Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmes jóslás. A napokban már mondtam, de megismétlem magamat, hogy elromlott a kamerám, így most nem tudom a felvételeket úgy elkészíteni, mint korábban. A fényképezőgépemmel dolgozom, ezekkel a képekkel, de remélem, hogy ez megfelelő számotokra, és akkor most megtekintjük azt, hogy mi történik a pénteki napon. Itt ez a három kártya azt mutatja, mi várható a pénteki napon. Az első kártya felül azt jelenti, hogy ez egy igazi szerelem, és ebben bízhattok. A második kártya, ott a bal oldalon, az jelenti a könnyűséget, ez a levegő eleme, itt játszadozásokról is van szó, és a harmadik kártya jelenti azt, hogy itt rendeződnek nálatok a dolgok, lesz egy megújulás, ez egy ilyen gyógyító, tisztító erő. És most megtekintjük azt, mi várható a szombati napon. Itt a középen lévő három kártya mutatja azt, hogy mi történik szombaton. A felső kártyán látunk egy szerelmes párt, egy közeledést. Most ne várjatok arra, hogy ő közeledjen hozzátok, hanem ez egy jó alkalom arra, hogy ti keressétek az ő társaságát, vagy vegyétek fel vele a kapcsolatot. Ha ezt nem meritek megtenni, akkor gondolatban. A következő kártyán látunk egy hölgyet, ott áll a tükör előtt. Nézzetek bele a tükörbe, és mondjátok úgy magatoknak, ó, milyen szép vagyok a mai napon, legyetek magabiztosak. És a következő kép azt jelenti, hogy itt lesznek változások, mozgások, de az is fontos, hogy beszéljetek vele, vagy beszéljetek valakivel róla. Legyetek nyitottak a kommunikációra, beszéljetek érzelmekről. A következő kártyák mutatják a vasárnapi nap energiáját. Itt ennél a kombinációnál a felső kártya a házasságot jelenti. Nem hiszem, hogy most mindenki egy házassági ajánlatot kap, viszont bízatok abban, hogy ez a párkapcsolat vezethet egy együttéléshez vagy házassághoz. És pontosan ez a forrás, ez olyan, mint egy kút, ebből meríthettek. Ez egy belső forrás. Ez a hit. Bízzatok abban, hogy minden jóra fordul. Nem csak ez a kút, ez a forrás mutat erre, amiből ti meríthettek, ez a hit, ez a vágy, ez a remény, hanem a következő kép. Nézzetek fel a csillagokra. Minden rendben lesz. Vagy azt is jelentheti, hogy ez a párkapcsolat meg van írva a csillagokba. És ha ebben bíztok, és megvan a belső nyugalom, akkor ez a ti kisugárzásotok. Ez mindig belülről jön. Ez is egy forrás. És így megvan ez a vonzalom, ami egy biztos párkapcsolathoz vezet, mert ez egy igazi szerelem. És ez volt a hétvégi szerelmes jóslásom. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!